beszédemmel a kommunista diktatúrák áldozataira emlékezünk. A kommunizmus szót a történelem során több eltérő értelemben használták és használják. Marx és Engels 1848-as kommunista kiáltványa óta a kifejezés elsősorban az általuk leírt osztálynélküli társadalmat, illetve az ennek megvalósítására létrejött ideológiát és mozgalmat jelenti. Marxék szerint a munkásosztály feladata, hogy forradalmi úton átvegye a politikai hatalmat a tőkésosztálytól, a burzsóáziától. A létrehozott proletár diktatúrában megszüntetnék a kizsákmányolás alapját jelentő magántulajdont, és egyenlőségen alapuló, igazságos társadalmat alapoznának meg. A 20. század szélső baloldali diktatúrái ennek az ideológiának a nevében alakították ki hatalmukat, de embertelen, kegyetlen zsarnokságokat hoztak létre. Persze az úgymond létező szocializmusnak több változata alakult ki az 1900-as években. Mérföldkőnek a Szovjetunió megalakulása tekinthető. Az első világháború alatt Európa legnépesebb, legelmaradottabb, a demokráciát csak hírből ismerő területén, Oroszországban Lenin és Trockij vezetésével hatalomra kerültek az orosz kommunisták, a bolsevikok. Több millió áldozatot követelő véres polgárháborúban tartották meg hatalmukat, és 1922-ben létrejött a Szovjetunió, amely egyedül ellenséges környezetben próbálkozott a kommunizmus felépítésével. Az államosítások, a nehézipar erőszakos fejlesztése, a mezőgazdaság tönkretétele, az erőszakszervezetek létrehozása, a vélt vagy valós ellenségek börtönökbe, kényszermunkatáborokba, az úgynevezett gulágokba hurcolása, a vallásüldözés, a kötelező ideológia súlykolása, a sztálin személye körül kialakított kultusz, e jellemzők nem sokára visszaköszönnek a rendszer magyarországi változatában is. Először az első világháborút követő zavaros hónapokban, 1919-ben kerültek hatalomra hazánkban a kommunisták, Kun Béla vezetésével. De külső támogatottság hiány a hazai viszonyoktól idegen rendszer mindössze 133 napig élt. Másodszor, mint egy 30 év múlva, az 1940-es években. Magyarország a II. Világháborúba a náci Németország szövetségeseként lépett be és szenvedett vereséget. A szovjet vörös hadsereg katonái szabadították fel az országot a náci és nyilas uralom alól. Előtte Magyarország részt vett a Szovjetunió elleni hadjáratokban. A magyar alakulatok is követtek el szörnyűségeket a megszállt ország polgári lakosaival és katonáival szemben. De ezt többszörösen kapta vissza az ország. Mindennapos volt a szabadrablás, a nők elleni erőszak, a Málenki robotra, kényszermunkára elhurcolás az úgymond felszabadító sereg részéről, amelynek elsődleges célja nem a szabadság elhozatala, hanem a szovjet uralom és ideológia kiterjesztése volt. A szuverenitását elvesztett országban a legfőbb hatalom a Szövetséges Ellenőrző Bizottság kezébe került, ahol döntően a szovjet akarat érvényesült. S bár az 1945-ös választásokat elsőkről fölénnyel nyerték a kisgazdák, a kommunista párt térnyerését nem lehetett megállítani. A vörös hadsereg jelenléte, illetve hogy az erőszakszervezeteket, hadsereg, rendőrség, az oroszok a szélső bal kezébe adták, megteremtette ennek hátterét. Az egypártrendszer kialakításában fontos szerepet játszottak a koncepciós perek. Kovács Bélát, a kisgazdapárt főtitkárát is, miután a kínvallatással kicsikart, ellene szóló vallomások után is tisztázni tudta magát, a szovjet katonai hatóságok 1947. február 25-én egyszerűen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahonnan csak 1955-ben térhetett haza. A perek közül az egyik, első egyik legjelentősebb a Páter Kiszalész ferences tanár és gyöngyösi fiatalok tanulók ellen indított per volt.
Páter Kissa Léz szegény, 10 gyermekes családban született 1904-ben Szegeden. A ferences szerzetes a háború alatt Debrecenben lett házfőnök és plébános. A németekkel szembeni bátor kiállása miatt Kis Ján a gestápó áldozata lett. A Gyöngyösre történő áthelyezés ekkor még megmentette. A háború után itt hozta létre a KEDIM-et, a Keresztény Demokratikus Ifjúsági Munkaközösséget. A szervezet jóval népszerűbb volt Gyöngyösön, mint a MADISZ, a kommunista ifjúsági szervezet. Ráadásul a barát a helyi kisgazdapártnak is tagja, majd alelnöke lett. Meggyanúsítása egyszerre szolgálta a katolikus egyház és a kisgazdapárt lejáratását és megfélemlítését. Az ürügyet az a merénylet, illetve támadássorozat adta, amit helyi fiatalok követtek el. 1945 végén több orosz katonát megöltek Gyöngyösön, és több rendőrparancsnokságot megtámadtak a város környékén. Az elkövetők között volt a 18 éves Kisman Otto, akinek az anyját, mások szerint a húgát erőszakolták meg részeg orosz katonák. A hatóságok letartóztattak és elhurcoltak közel 50 főt. Az elkövető 7 fiatal is köztük volt, de a többségnek és a szintén elfogott Páter Kissa Léznek nem volt közel az eseményekhez. Az ártatlan fiatalok között több gimnazista fiú is volt, akik közül többeket az iskolából kilépve hurcoltak el. Szüleik csak napok múlva értesültek eltűnésük okáról. Köztük volt iskolán tanárának, Molnár Tamásnak az édesapja, Molnár Béla is, aki ekkor még nem töltötte be a 18. életévét. A vád szerint Páter Kissa Léz biztatta fel a hozzá rendszeresen járó, a KEDIM-hez valamilyen módon kapcsolódó fiúkat. A bűncselekmények után a gyónások alkalmával feloldozta őket, fegyvert szerzett nekik a merényletek elkövetéséhez. 1946. április 28-án, Húsvét vasárnapján tartóztatták le. Bő 2 év múlva Mindszenty József hercegprímást, esztergomi érseket 1948. karácsonyán hurcolt el az AVH. Először Gyöngyösön kínozták, majd az Andrássy út 60 alatt. A kihallgatását ugyanaz az őrnagy, Décsi Gyula irányította, aki később Mindszenty megpucolásában is főszerepet játszott. Később átadták a fiatalokkal együtt az oroszoknak. Az ítéletet a magyar törvényekkel ellentétesen a szovjet katonai bíróság hozta. Kétféle ítélet születhetett. Halál, illetve a gulágon eltöltendő szabadságvesztés. A 28 vádlott közül a legenyhébb büntetés 7-10 év kényszermunka volt. Szakszerű tolmács híján a bíró kézzel mutatta a kihirdetett ítéletet. Molnár Béla akkor, amikor utoljára látta a barátot, már felismerhetetlen volt az elszenvedett kínzások, kegyetlenkedések miatt. Páter Kissa Lézt valószínűleg 1946. decemberében végezték ki Sopron-kőhidán. Nyughelye ismeretlen. Ma tábla és szobor őrzi emlékét a ferences templomban. A sors elégtétele, hogy a Marc Károly utcát a rendszerváltás után róla nevezték el. Tanár úr édesapját 7 év kényszermunkára ítélték, de csak Sztálin halála után térhetett haza, több társa meghalt a Szovjetunióban. Egészsége megrokkant. Az úgynevezett szalézista fiúk tovább nem tanulhattak, megfigyelték őket. Az utolsó jelentés az egykülű tanulókról 1988 tavaszán készült. A diktatúra legkegyetlenebb szakasza az 1949-53 közötti Rákosi korszak, ami a kommunista párt főtitkáráról kapta a nevét. Magyarországon is közel 100 kisebb-nagyobb internáló és kényszermunkatábort alakítottak ki. A legkegyetlenebb büntetőintézet az agyonkínzottak és éhenhaltak arányát tekintve a Mátrában volt.
A Recstől 6 kilométerre a Csákánykő nevű hegy andezitbányája közelében kialakított lágerbe 1950-53 között bírósági ítélet nélkül mintegy 1500 embert internáltak. Mivel a táborból senki nem szabadulhatott, létét sikerült teljesen titokban tartani. Mindössze kétszer volt sikeres szökési kísérlet. Az első alkalommal a megszökött rab átjutott Csehszlovákiába, de miután megtudta, hogy családjának több tagját letartóztatták, feladta magát. A másik alkalommal 8 rab szökött meg. Egy közülük, Micsnai Gyula, kijutott nyugatra, és a Szabad Európa Rádióban beolvasta 600 rabtársa nevét. Sok hozzátartozó innen tudta meg, hogy szerettei még élnek. Sztálin halála után a tábort felszámolták. A recski épületet, tornyokat, a szöges lótkerítéseket ledózerolták, a barakok helyére fenyőfákat ültettek, hogy eltüntessék a nyomokat. Faludi György önéletrajzi könyvében, a pokolbéli végnapjaimban így ír kiszabadulásáról. Figyelmeztettek, hogy a törvény 6 évi fegyházbüntetést ír elő, amennyiben rabságunk körülményeiről, helyéről, okairól, akár bármit is elárulunk. Azzal a jó tanácssal szolgáltak, hogy a kérdezősködőket jelentsük fel, közvetlen hozzátartozóinak pedig mondjuk azt, hogy tanulmányúton voltunk a Szovjetunióban. Ismert jelszó volt, hallgatsz a sírig, vagy te kerülsz a sírba. 1956-ban kísérlet történt a függetlenség helyreállítására, de a forradalmat és szabadságharcot a szovjet túlerő leverte. A segítségükkel hatalomra kerülő Kádár János tanult a Rákosi korszak hibáiból. Kegyetlenül leszámoltak ugyan a forradalomban résztvevőkkel, működött a besugó hálózat, ezreket mellőztek nézeteik miatt, de megkérdették az, aki nincs ellenünk, velünk van politikát. Óvakodtak a személyi kultusz bevezetésétől, a durva törvénytelenségektől. Az úgynevezett gulyás kommunizmus idején a lakosság jólétének szerény, de folyamatos növelésért cserébe az emberek jelentős része a fennálló hatalommal való együttélést választotta, sokan pedig a rezsim mellé álltak. A hatalom nyílt erőszaktól való tartózkodása, az ideológia viszonylagos háttérbe szorulása ellenére a rendszer lényege változatlan maradt. A 70-es években kezdődő világgazdasági válság véget vetett a gazdasági növekedésnek. Kölcsönök felvételével még sikerült ideig óráig a puha diktatúra működését biztosítani. A hidegháborúba beleroppanó Szovjetunió megszűnésével aztán lehetővé vált a térség államai számára a rendszerváltás, a függetlenség visszaállítása. A magyar hagyományoktól idegen, az országra kényszerített szovjet típusú politikai, gazdasági berendezkedés még ma is, több mint 3 évtizeddel a rendszerváltás után is érezhető az emberek gondolkodásában. Mind a szélső bal, mind a szélső jobb volt már hatalmon a 20. századi Magyarországon, tengernyi szenvedést okozva. Valahol még az is áldozatának tekinthető, aki ezen ideológiákat követve, mert voltak jó páran, akik nem csak hatalomvágytól, haszonlesésből vagy félelemből lettek a szélső bal vagy szélső jobb hívei, hanem mert hittek ezen eszmék demagóg szólamainak. Tehát a megemlékezés célja nem csak, amint egy 60-80 millió áldozat előtt való főhajtás, hanem hogy a múlt ismeretével tudatosabban alakíthassuk jelenünket és jövőnket, elutasítva az egymáshoz természetükben nagyon hasonlító, szélsőséges mozgalmakat és ideológiákat. Júliusában vagyunk, és hogy azért jöttünk most el itt a recski vasútállomásra, mert gulágoknak, hogy megvoltak a maga ugye hajói. Ezek a hajók vasúti kocsik voltak, szerelvény, ugye teher szerelvényeket kell, lezárt szerelvényeket ugye elképzelni, és
bezsúfolva, ugye rengeteg emberrel elindultak ismeretlen helyre. Közöttük voltak vasutasok, és a vasutas, egy jó vasutas az el tud igazodni még akkor is, ha nem lát ki, nem látja a tájat, hogy merre megy ugye a szerelvény. Tehát a visszaemlékezéseikből ők tudhatjuk, hogy tudták, hogy merre tértek le ugye a fővonalról, és tudták, hogy ezen a vonalon érkeznek ugye valahová, és végül itt állt meg a szerelvény. A bezsúfolt ugye embereket, amikor kiszállították, nemhogy gyalogmenet, futva terelték az őreik ugye fölfelé, ugye a táborhely felé, futva kellett ugye odáig ugye elmenni, aki ugye lemaradt, azokat szerencsétleneket még rugdosták, verték is, tehát így kezdődött meg az ő tábor életük, ami aztán el fog tartani majd, aki ugye életben marad, ugye azok számára, ugye 1953 őszéig, tehát akkor számolódik majd fel ugye ez a tábor. Elindultunk a vasútállomás épületétől, és megyünk fel a táborhoz. Itt nem volt kiépített út. Földút volt, és ugye a tábor viszontagságaihoz az nagy mértékben hozzájárult, hogy amikor nagy esőzések voltak, vagy mint ahogy most, ugye téli időszak, ezek a nem kiépített földutak, ezek gyakorlatilag járhatatlanokká ugye váltak. És ez azért mondom, hogy nagy megpróbáltatás volt ugye tábor lakói számára, mert olyankor a élelmiszer, ami főleg kenyérből állt, az a szállítmány, az ellátmány nem jutott fel ugye a táborba. Maga a tábor, ugye említettem, hogy 1950. ugye július 19-én vette, tehát akkor nyílt meg. A felépítése az azért több hónapig ugye eltartott, és mint a orosz gulágoknál, a Szovjetunió beli gulágoknál, tehát itt is ugye először tulajdonképpen elkészítették az őröknek ugye a barakját, körbekerítették ugye a tábort, a őrtornyokat ugye készítették el, és csak utána tulajdonképpen a ide kerülő embereknek a barakjától elszállásolhatták, ugye, ahogy elszállásolták őket, na azok maradtak ugye utoljára. Illetve hát nyilván az olyan létesítmények, amik kellenek, ugye konyha, egészségügyi helység, tehát ezek annyira később készültek el, hogy a tábor idézőjeles kórház azt például csak 1951-ben készült el, amikor már szinte egy éve itt tartózkodtak a fogvatartottak, az itt őrzött személyek. Meg a beteg aztán volt rengeteg. Igen. A beteg az rengeteg volt, úgyhogy tehát itt a tényleg mindenféle ugye, betegség előjött, amikor a nehéz fizikai munka, a alultápláltság, a bezártság, a lelki gondok, hisz a családjukról ugye nem tudtak ugye semmit, a bizonytalan sors, ez mind-mind önmagába gerjesztette a különböző ugye, betegségeknek ugye, a bekövetkezését. Itt vagyunk a táboron most már belül, és amit itt rögtön ugye lehet ugye látni, a egyik ilyen rekonstruált őrtorony. Ugye az eredetileg ugye 3 méteres ugye szöges drót, kettős szöges drót ugye kerítéssel vették ugye körül ugye a tábort, és akkor
kint létezett egy úgynevezett, hogy a külső őrség, hát képzeljük el, hogy a külső őrség az egy 400 fős volt, és hangsúlyozom, mert ugye ezt érdemes, hogy hány embert mozgósítottak az itt őrzöttek, őrzötteknek a szemmel tartására. Hát 400 ember volt ez a létszám, bent a legnagyobb ilyen becsült létszáma a foglyoknak olyan 1700 volt, és volt még ráadásul egy belső ugye őrség, az egy jóval kisebb ugye létszám, vagy 70 fős, és az a 70 fős csapat volt ugye az, akit leginkább megjegyeztek, most ugye negatív értelemben az itt fogva tartottak, mert a szörnyűségeket, a kegyetlenségeket a bent lévőkkel ők követték el. A hó miatt, a hótakaró miatt nem látjuk a kis tavakat majd abban a formában, ahogy látnunk ugye kellene. Hát ezek ugye nem természetes képződmények. Hát úgymond, amikor nem a kőbányába dolgoztak a itt lévő szerencsétlenek, akkor ilyen tábor díszítés címszó alatt ugye mindenféle dolgokat kellett ugye készíteniük. Én azt olvastam ebből a történetről, hogy ez már a tábor felszámolás előtti időszakban készülhetett, amikor ilyen jóléti dolgokra is úgy a látszatkedvéért megpróbáltak adni, és amikor ezt kiásadták az internátokkal, akkor mindegyik azt hitte, hogy ezekbe fogják aztán őket belemülni, tehát a saját tömegsérjük a társák meg, és az ávósok aztán röhögtek rajtuk egy nagyot, hogy lám, hogy megvoltak szegények ilyetre. Az a fura, hogy Gyöngyös tőlünk jelen pillanatban 25-30 kilométerre van légvonalban, mégis ezt a városlakók közül alig-alig valaki tudta, hogy mi célt szolgált, és megmondom őszintén, az egyik ilyen személy, aki erről gyanított valamit, az én édesapám volt, aki engem gyerekként ide a 70-es évek vége fele elhozott. Hát még akkor is a titokzatosságnak a homálya vette az egész tábort körül. Nyomasztó érzés volt ide feljönni, mert már nem őrizték ezt az objektumot, de mindenhol mindenféle tiltótáblák voltak, 1000 millió szöges dróton kapun kellett átjönni, és amikor az ember ide fölírta, nagyjából a Hajókastárúra állunk, hirtelen egy áthatatlanul sűrű, fenyves erdőbe ért az ember. Úgy képzeljük el, hogy ezek még akkoriban is viszonylag fiatal fák voltak, nem voltak ekkora nagy sudár magas ilyen erdei fenyők. Ilyen kis fáskák voltak ezek, közöttük szederinda, csipkebokrok, minden. Áthatolhatatlan sűrű volt, de ha valaki áttört rajta, akkor találta meg ezeket a placokat, amiket a tanár úr ezért mutatott. Tehát letagadhatatlan volt, hogy ezek emberkéz alkotásai, és a tetejében ezek a beton meg kő konstrukciók, ezek egymás után jelentkeztek, hogyha az ember vállalta és áttörte magát ezen a bozóton. Azért volt ez fenyvessel ültetett terület, mert a fenyő az egy gyorsan növő fafaj, így lehetett ezt a sötét titkot, amiért azért én szerintem a Kádár korszaknak ezekben a puha éveiben, és már vége fele, azért bizonyos bűntudatot és szégyenérzést éreztek azok, akik ennek jogfolytonosai voltak politikailag. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a tábornak a felszámolása, nem akarok az események elébe vágni, mert Hajókastárúról erről szólni fog, viharos gyorsasággal történt, és én nekem volt szerencsém még látni a 80-as évek elején is azokat a bakancsokat, amelyeket az egykori internáltak viseltek, és ilyen bakancsból 200-300 párat hordtak össze egy kupaccá, megpróbálták alig, hanem meggyújtani, mert ilyen korbos, üszkös volt a teteje, de ez nem sikerült, és lehetett látni, hogy micsoda iszonyatos állapotban lévő, hát egyenruhának nem csúfolnám azt az öltözéket, amiben ezeket a szerencsétleneket járatták, kellett szegényeknek viselniük. Hát egyébként én is először, hát veled annak idején még pályakezdőként jártam erre, te mutattad meg, hogy itt volt ugye tábor, és megdöbbentő élmény volt tényleg ezeket még akkor is, ezeket a bakancs talpokat ugye látni, a drótnak a maradványait, hogy a fákba ugye benőttek, tehát ez egy döbbenetes élmény volt ezzel ugye találkozni. De menjünk egy kicsit ugye tovább. Amikor ugye ez a tábor ugye létrejött, ugye közben most megpróbálok ugye beszélni, ez a magyarországi kommunista ugye rendszernek ugye a legsötétebb
időszaka, ugye 1950, egy évvel vagyunk nagyjából a kommunista hatalom átvétel után, ugye a Rákosi korszak, és tényleg sajnos azt kell mondani, hogy áll az a dolog, hogy Sztálin ugye legjobb tanítványa, ugye Rákosi Mátyás, hisz a Szovjetunióban már gyakorlattá vált sztálini diktatúrának, ugye minden ilyen megfélemlítő, és mondhatnám, hogy emberkínzó elemét ugye átvették. A táborok azok talán ugye a legfélelmetesebbek. A táboroknak ugye több típusa volt. Voltak a internáló táborok. Ott a bírói végzésnél ugye rendőr határozattal tartják gyakorlatilag ugye fogva ugye az embereket. Hát Kistarcsa volt a nagy elosztó állomás az internáltaknak, ugye a legnagyobb ugye internáló tábor, és emellett ilyen zárt táborokat, ugye kitelepített embereknek a táborait is létrehozták, ugye 12-t ugye a Hortobágyon, és a táboroknak a következő típusa, és mondom igazából ez a tényleg megfelel a szovjet ugye gulágoknak, ezek a munkatáborok, Recsk vált ugye a leghírhettebbé, de nem Recsk volt ugye az egyetlen. Tudni kell, hogy tulajdonképpen úgynevezett, hogy a közhasznú munkák intézménye ugye alatt működtettek ugye több munkatábort. A Recski az egy külön, ez ugye egy tényleg az AVH-nak a külön megtorló ugye tábora volt, de munkatábor működött Kazincbarcikán, ott a vegyi műveket ugye építették, ugye akkor működött ugye Tiszalökön, ugye az ottani vízerőműnek az építésén. Kisebb táborokból rengeteg ugye létezett, mert a Kazincbarcikai táborba körülbelül 1200 embert ugye dolgoztattak, de a közhasznú munkák ugye intézménye, amikor ugye a legnagyobb létszámban működött, akkor ott 17 ezer ember volt ugye dolgoztatva. Azok egy kisebb táborokban voltak elhelyezve, különböző nagyobb építkezéseken vettek részt, tehát nyilván azok élete körülménye sem volt ugye jó. De a legborzasztóbb, ugye a legszörnyűbb ez a Recski ugye tábor, és most ugye itt vagyunk ennél a baraknál. Lefelé ugye helyezkedik el, tehát hogyha abba az irányba ugye néznénk, olyan létesítmények, mint amelyek a táboron belül ugye a fegyelmezésnek kiemelt eszközei voltak. Erre ugye külön épületet egy darabig ugye nem építettek. Két dolgot ugye használtak ilyen kiemelt büntetésként. Volt ugye a tábori latrina. Hát ezt a latrina kifejezést szerintem mindenki tudja, hogy mi, és akkor ezeknek a meglett ugye férfi embereknek hát ott egy pallóról állva kellett a dolgaikat ugye elvégezni, és a büntetésként volt, hogy valakiket ugye arra a pallóra kötöttek fel, hogy lógtak lefelé, és akkor mellettük kellett végezni a dolgokat. Nem szép történet, mint hogy a másik sem egyébként, hogy csak ástak egy gödröt, amiben az ember ugye elveszett, büntetésként ugye beleállították, ugye éjszaka nem jöhetett ugye a barakba, tehát az a büntető gödör valahol ott a helye jelölve is van. Éjszakát ott kellett tölteni, de közben a víz meg feljött. Vízben állva kellett a szerencsétlennek eltöltenie a éjszakáját, és utána menni kellett másnap ugyanúgy a kőbányába dolgozni, mint a többieknek. Tehát eléggé embertelenül tudtak itt ugye elbánni. Majd egy ilyen fegyelmezésre még bent is fel fogom hívni majd ugye a figyelmeteket ugye a benti ugye kiállításnál. Ahol vagyunk egyébként ugye barak, nem véletlen, hogy ez a barak lett a itt lévő, végül már mondom, hogy a 9 barakból újraépítve, tehát jelezve. Ez volt az úgynevezett a legkevésbé betörhető, kezelhető embereknek ugye a barakja. Nevezték ezt is büntető baraknak egyébként.
Látjátok ugye a kiterjedését, hát majd a beljebb megyünk, akkor lehet ugye látni, hogy mennyi hely juthatott itt ugye egy embernek. Megyünk be, itt még láttátok, hogy egy vékony deszka borítás van kifelé, és hogyha bemegyünk, akkor meg egy ilyen élére állított ugye téglasort lehetne majd látni a másik részem, ami ugye ki van építve. Na most ugye ennél a barak belsőnél, amikor helyreállították, csak ezt a külső ugye deszka vázat készítették el, és akkor most már bejutottunk, és akkor láthatjátok itt ezeknek a eléggé durva tákolmányoknak, a emeletes ugye ágyaknak a hosszú ugye sorát. Hát most, ha végig gondoljátok, ugye nincs berendezve, itt ugye két szalmazsák van itt elhelyezve. A szalmazsákoknak az alját ugye képező ilyen kicsit ezek a fák, lehet látni, hogy meglehetősen durvák. Hát azt kell elképzelnetek, hogy ezek sokkal finomabb kivitelezésűek akkor sem voltak. Ilyenekre ugye helyezték rá ugye a szalmazsákokat. A szalmazsák nektek már nem annyira ugye ismerős, tehát a szalmazsákoknak ugye a rendszere. A szalmazsákok nem csak bizonyos értelemben könnyíthetik az alvást, hogyha jó ki vannak tömve, és rendben vannak ugye tartva. Hát ha nincsenek rendben tartva, nincsenek kellően megszellőztetve, hát ez az élősködőknek is ugye a tárháza, és képzeljétek el a szerencsétlenek, mindenkinek jutott egy ilyen szalmazsáknyi félhely körülbelül ugye alvásként. Tehát ezen a két szalmazsákon itt vagy négy embernek kellett ugye aludnia, tehát ennyi hely jutott egy emberre. Tényleg itt egymás mellett, mint ugye heringek, és hogyha az egyik embernek valami miatt fordulnia kellett, hát bizony akkor az egész sornak ugye végig meg kellett azt a mozdulatot ugye tennie, és hát mondom, nyugodt alvásuk nem lehetett egyrészt amiatt, mert sokan voltak, és a másik dolog, hogy ezek az élősködők, bolhák, egyéb férgek azért rendesen támadták őket ugye az éjszakai órákban. Itt láthattok egy kályhaszerű képződmény, ami hát szebb szerintem, mint ami eredetileg ugye volt. De hát el lehet ugye képzelni, hogy ennek a melegét csak kik érezhették, tehát ugye azok, akik közel voltak, akik már a messzebb helyezkedtek el, ugye azokat ugye téli időszakban ez a kályha már nem nagyon melegíthette. Amikor tényleg takarodó volt, akkor rájuk zárták ugye az ajtót, tehát ki tovább ugye nem lehetett menni. És akkor majd átmegyünk, ott nyílik egy ugye ajtó, amit egyébként jóval később építettek, tehát már majdnem másfél éve megvolt ugye a barak, amikor hozzáépítették úgymond a mellékhelységet. Addig tulajdonképpen mellékhelység ugye nem volt, a dolgaikat ugye kihelyezett ilyen edényekbe kellett ugye elvégezni ezeknek az embereknek, és ahova most ugye betekintünk, egyfelől némi ugye tisztálkodási idézőjelbe ugye lehetőségeket biztosított, és ugye mellette a mellékhelység, tehát ami nevezzünk WC-nek, de mondom, ezt ugye később építették hozzá. Amiben ugye belebotlunk, itt ugye rögtön ugye előttünk ez a talicska ugye kövekkel ugye megrakva, hát itt nem messze van ugye az a kőbánya, ahol dolgozniuk kellett, kézi eszközökkel, ugye kézi ugye szerszámokkal kellett fejteniük a követ. Meg volt szabva, hogy milyen normát kell ugye teljesíteniük. Hát akik ugye nem teljesítették a normát, azoktól megvonták néhány dolgot, tehát megvonták az élelmiszer ugye egy részét, korábban keltették őket, tehát kitalálták azt a módját, hogy hogyan lehet még az emberekkel még jobban kiszúrni. Ez tulajdonképpen a szovjet hadsereg
uniformisára emlékeztető dolgok, az is volt, tulajdonképpen a leromlott ugye állapotában kapták ezt meg a tábornak a lakói, itt a két kényszer fogva tartott ugye emberek, ilyenbe kellett dolgozniuk, és hogy tulajdonképpen a meg lehessen ugye különböztetni a őrzőiktől ilyen csíkokkal, ugye voltak ugye ellátva ezek a ugye ruhák, tehát így kell ugye ezt ugye elképzelni. Nem tudom, hogy épp ilyen taligát, ugye ez már sajnos ugye nem épp ugye ez a taliga, éppen ott a kerék már ugye kijött. Hát, hogyha valakinél otthon felelhető ilyen, próbálja meg kővel telirakni, és akkor próbálja meg tolni, vagy 50-100 métert, hogy milyen jó dolog. Ott hátrébb, aminek ugye négy fogója van, a sarogjának nevezik, tehát most már lehet, hogy ti nem ismertek ilyen képződményeket. Tehát ez is kővel ugye megrakták, és ugye ezt kellett ugye cipelni, mondom, ezeknek a fizikailag rendkívül legyengült ugye embereknek. Hát ezek a emberkék, akik itt ugye láthatók, ugye a tábor őrségének ugye a tagjai, és hát nem biztos, hogy jól fejeztem ki magam, ugye emberkéket mondtam, az egy megtisztelő jelző ugye lehet, mert sokak számára. Hát ezek az emberek, azt kell mondanom, hogy emberi mi voltukból nagyon sokan teljes mértékig ugye kivetkőztek. Érdekes módon, hogy ilyen emberek ilyen diktatórikus rendszerekben mindig a felszínre ugye kerülnek. Pedig pont ez az embertípus, akiknek semmiféle kis hatalmat nem lehetne ugye biztosítani. Ez az úgynevezett ugye gúzsba kötés. Na most, ha ezt látjátok, hogy miként kötözték össze, milyen pózban a szerencsétlent, akit ugye meg akartak ugye büntetni, és bizony le van írva az a történet, névvel nevezve, akivel ugye megtörtént, hogy ezek a belső őrségnek, ez az embernek nem nevezhető ugye tagjai, hát a dobkályha, tehát oda gurították ezt a szerencsétlent, és ugye a keze teljesen megégett ugye közbe. Tehát tényleg ami kegyetlenség elmondható, el lehet ugye képzelni, ezt mindet itt ezek a belső őrséget ellátó ugye emberek ugye véghez vitték. És ha azt mondtam, hogy az AVH vezető tisztjeinek ugye nem lett ugye semmiféle bántódása a későbbiekben, hát ezeknek a belső őrséget ugye ellátó hát embernek alig nevezhető alakoknak sem. Tehát ezek is leélhették az életüket, úgy, hogy nem kellett ugye szembenézniük a múltjukkal. Az történt, hogy mikor fiatal tanárként néhány diákkal itt végsétáltunk a Mátrának ezen az oldalán, akkor útba ejtettük ezt a tábort is, és bár akkor ilyen mértékben nem folyt az ipari termelés, mint most, azért valamiféle tevékenység zajlott a kőbányában. És én láttam korábban ezt a filmet, amiről Hajagos tanár úr szólt, és legnagyobb elképedésemre ezt a éppen beindulni készülő kőbányát egy egykori ávós őrizte, és nem fogjátok elhinni, de egy ilyen embernek, aki mondjuk ki emberiség ellenes bűnöket követett el, egy ilyen embernek éles fegyver volt az oldalára kötve. Tehát a rendszer megtűrte, valahogy túlélt, és fegyvert fogott ránk, hogy menjünk onnan, mert a kőbányában semmi keresnivalunk nincsen. Ezek olyan emberek voltak, de nyilván a többi barakokban is azért szép számmal voltak ilyenek, hogy bármilyen nehéz ugye a körülmény, próbáltak valami emberi kapaszkodót ugye találni. Ezek próbáltak, teljesen mindegy, hogy milyen foglalkozásúak voltak ugye korábban, hogy két kezű ugye fizikai munkás volt. Egyébként voltak itt olyanok, akik azért kerültek ide, mert kuláklistán voltak, tehát paraszti munkát ugye végeztek.
említettem a szociáldemokrata szakmunkásokat, tehát voltak itt kétkezi munkások is, és mégis akkor próbáltak egy kicsit művelődni ugye a maguk lehetőségei között, a maguk viszonyai ugye között, próbáltak valamiket ugye készíteni, amit hogy, hogy hát idejük ugye sok nem volt, de mégis, hogy valahogy az emberi tartásukat megtartsák, hogy elmondhassák, hogy ők még azért emberek, tehát készítettek kis tárgyakat. Hát Faludi György, a költő, ő meg hát nyilvánvaló itt is hát a nem feledkezett meg a versírásról, tábori újságot ugye szerkesztettek, nyilván a hitéletet is ugye megpróbálták ugye maguk körülményei között megélni, tehát minden nehézség ellenére ugye próbáltak ugye emberek maradni. Történelemből mindenki fogja ugye tanulni, hogy 1953 ugye némi változást ugye hozott ebbe a kommunista ugye rendszerben, meghalt ugye Sztálin, és Sztálin halála után pár hónappal később moszkvai utasításra egyébként a magyar kommunista pártvezetésben addig egy parkolópályára ugye állított Nagy Imre az, akit miniszterelnöknek neveztek ki, és hát ő kezdeményezett több ugye változást, ami tényleg az egész országnak, társadalomnak ugye jó volt. Hát közte volt a változások között, hogy többek között a táborokat is felszámolták. Akiket meg végül is elengedtek, azoknak hallgatni kellett erről a dologról. Itt egy hallgatásra voltak ítélve, nem beszélhettek. Súnyi módon még olyat is állítaniuk kellett, vagy aláírattak olyan papírt velük, hogy Szovjetunióban voltak továbbképzése. Hát persze ugye nehéz lehetett ezt elhinni, aki ugye rájuk nézett, de elég sok mindent ugye kitaláltak arra vonatkozóan. Nyilván akik ezt megélték, túlélték, hát azt sosem felejtették el, hogy milyen megpróbáltatásokon mentek ugye keresztül, és egy teljesen jogos elvárás volt ugye az részükről, meg törekvés, hogy a nagyvilág is erről ezt megismerje, ezt a dolgot, és ők valamiféle erkölcsi elégtételt is ugye kapjanak ugye mindazért, amit itt ugye át kellett ugye élniük. Egyébként, ha visszamegyek a még az előző ugye tablóra, ugye utaltam rá, kétszer volt itt emlékezetes szökés, ugye Gyarmati Lívia rendezőnő, akinek a nevét ugye említettem, pont ugye ezt a szökés című történet, a szökést dolgozta fel. Először, akinek ugye sikerült megszöknie, az egy Dobó József nevű itt fogva tartott, egyedül ugye szökött ugye meg. Lehet, hogy igen, itt lesz. És itt ugye látható az ő ugye képe, tehát ő nem sokkal még ugye a tábor létrejötte után, ugye valamikor ugye 1950 augusztusában szökött meg, ő ismerte a környéket, Csehszlovákiába szökött ugye át, de hát hogy mi történt vele? A szülei, rokonai itthon voltak, és amikor értesült, hogy őket ugye letartóztatták, akkor hazajött. Tehát feladta ugye saját magát, és itt még egy olyan büntetést várt rá, hogy a tábor lakóit ugye felsorakoztatták, és közöttük úgy kellett ugye végigfutnia, hogy a szerencsétlen többinek megütni kellett őt. Tehát elképesztő volt, amit műveltek. A másik ugye a látványosabb ugye szökés, amikor ugye 8-an szöktek meg, ugye ez a 1951 ugye májusában történt. A ruhákra én felhívtam a figyelmeteket, itt tulajdonképpen azt használták fel, mert sikerült jobb minőségű ruhát valahogy olyannak összehozniuk, mint hogyha őr lenne ugye valamelyikük, és
mintha külső munkára ugye mennének, úgy kísérték ki a többieket ugye a táborból, és hát nekik se volt ugye hosszú életű végül is ez a szökés. A 8-ból 7-et letartóztattak, még az ország területén belül, de a 8. ugye Mihnai Gyula, sikerült átjutnia az osztrák határon, és ugye tovább is a Szabad Európa ugye rádióba 600 itt fogva tartott ugye ember nevét mondta el. Előzőleg ugye megtanulták, hogyha valamelyiküknek ugye sikerül ugye kijutni, akkor el tudják mondani ugye a nagyvilágnak. Tehát a nagyvilág már nem csak ugye Magyarország, főleg ugye nem Magyarország, bár a Szabad Európát nyilván sokan hallgatták, így szerezhetett tudomást arról, hogy mi zajlik ebbe az országban, hogy mik is zajlanak. Hát ez már a bőven a rendszerváltás utáni ugye időszak, de nyilván maga a megemlékezés az már hamarabb ugye megkezdődött. Amikor kijött a barakba, még mondtam bent ugye nektek, hogy el kellett hallgatniuk, titkolni kellett, hogy mi mentek ugye keresztül. Hát azt az évtizedeken keresztül ugye nem lehet. Tehát nyilván ez egy lehetetlen dolog volt. Nyilván családon belül ugye továbbadták ugye az emberek. Vannak, akik közülük mégiscsak valahogy külföldre is kijutottak, és hát egyre szélesebb körben terjedt, hogy mi volt itt, és ugye a másik dolog, hogy akik itt voltak, nagyon sokan tartották később is azért egymással ugye a kapcsolatot, és amikor erre ugye lehetőség ugye nyílott, akkor itt lehet ugye látni a fenti ugye táblán, hogy létrehoztak egy ilyen recski szövetséget, tehát ugye azok, akik itt megjárták ezt a recski tábornak ugye a poklát, és hát nekik ugye feltett elképzelésük ugye, tehát volt ugye az, hogy megörökíteni azoknak a nevét is, akik tényleg megfordultak ebbe a pokolba, és hát lehet ugye látni, hogy ABC sorrendben, tehát ABC-nek ugye megfelelően próbálták itt ugye elhelyezni, de a vége felé viszont ugye azt is lehet ugye látni, hogy ott már az ABC ugye megtörik. Nyilván ennek alapos ugye oka volt, hisz akik végül is eljutottak oda, hogy ezt el akarták ugye készíteni, mindenkinek a nevét nem tudták. És utólag derültek ki, hogy még más is volt itt, és akkor azokat a neveket is elhelyezték, de hát ott már nyilván ez az ABC sorrend ugye megtört, tehát azért van ott, és akkor itt több jelentős nevet is észre lehetne ugye venni. Zimányi Tibort ugye látom például ott ugye magam előtt ugye azt a nevet, aki az egyik kezdeményezője is volt ennek, hogy ezt az emlékművet el kell készíteni, és ezt az emlékhelyet ugye fenn kell ugye tartani. De hát én szerintem, hogyha az iskolából itt eljönnétek, néhányan még lehet, hogy rokon nevekkel is találkoznátok, mert egész széles körben érintette az a társadalmat, és nagyon az országnak különböző részeiről kerültek ide az emberek, és tényleg nekünk az utókornak egy alap dolgunk, hogy tudjuk, hogy ezek az emberek mit szenvedtek, és azt a rendszert, amelyik őket ilyen szenvedésre kényszerítette, azt meg valahol messze menően elítéljük, azt a rendszert. Köszönöm. És köszönjük.